hogy is van. Sziasztok! Sziasztok! Nem, a visszaszámolás 3-2-1. Én ez jó cold open-nek. Ja. Hogy is van? Sziasztok! Így. Sziasztok! Itt ülhetem Gáspár, én Zalus vagyok, ez pedig itt az IGN Stat legújabb adása. Kint kánikula van, de ez nem akadályoz meg minket abban, hogy beszámoljunk nektek a hét legfontosabb filmes, játékos, sorozatos megjelenéseiről, legyen egy kis trivia show, és utána megválaszoljuk a hét kérdéseit. Úgyhogy... adjon neki! No, a hét legfontosabb bemutatója az az Indiana Jones és a sors tárcsája lesz. Ez a cím, hallod? Én nem tudok nem arra gondolni, hogy ez valamilyen szerencsejáték, hogy tekerd meg a sors tárcsáját, és akkor nyerhetsz egy új ostorkészletet. Hát, vagy Indinek lehet, hogy már inkább bankó kell majd. Bár hát igen, járókeretbe tolja ezért az ipart. De ha én 80 évesen, mint Harrison Ford, akkor elégedett. Jó, de egy csomó vetített háttér van, meg állítólag a film tetemes részében így megfiatalítják digitálisan, úgyhogy azért... Jó, én most is örülnék. Ókonak, neki úgy néznék, mint a 80 éves Harrison Ford, de ez más kérdés. Tényleg? Jó, ez bevállalós. Na, mindegy. A filmről túl sokat még nem tudunk, talán lesz benne időutazás, talán nem. Mindenesetre a 60-as években is játszódik majd, meg talán még a 40-es években is, és a nácikat ezek szerint nem lehet kiirtani, hiába lett vége a II. Világháborúnak. Ha már nácik, jön a Sisu című finn akciófilm, és ami a náci megszállás alatt Lapföldön játszódik, néhány náci elkövet azt a hibát, hogy megpróbálja megszerezni a főszereplőnek az aranyát, és hát nagy nem hiba volt, nem örül neki, elkobozzák tőle, ő meg utánuk megy, és mindenkit megöl, és gyakorlatilag meggyilkolhatatlan a fickó. Baromi jó film, nézzétek meg, minden nagyon vásznom. Nácik valószínűleg nem lesznek a Ruby Gillman Tini Kraken című rajzfilmben, ez a DreamWorks-nek az aktuális nyári bemutatója, tök cukinak tűnik, de egy ilyen átlagos sztorit mesél el egy kívülálló lányra, aki valójában egy kráken. Ennyit tudsz hozzáfűzni. Hát én is ennyit tudtam hozzáfűzni. Bár, és ilyen szép nagyra nő egy idő után. Lányos apaként néha én is ezt gyanítom. Majd szép nagyra nő, aztán a többit meglátjuk. Két nagy sorozat is érkezik a héten, ha bár nem tudom, a vajákot lehet nagy sorozatnak mondani. Szó. Mindenesetre ebben az évadban, illetve ennek az évadnak az első fele, mert a második fele az majd van, amikor július végén jön, ebben lesz utoljára Henry Cavill Riviai Geralt. Semmit nem tudok erről a sorozatról, gyerekek. Bevallom őszintén, megnéztem az első évadot, és hát tök jó volt a lore, tök jó volt benne Cavill, meg a többi főszereplő is jó volt, de a sorozat maga, úristen, azok a trükkök. És ez a sztori... páncélok. Jaj, a páncélok, a Szottyat Herezacskóra emlékeztető páncélok. Igen. Igen, azok is elég konkrétak voltak. És amikor hallottam, hogy a második évad sokak szerint még az elsőnél is rosszabb, hát nem hozták meg a kedvemet a folytatáshoz, de hát, ha a harmadik évad majd feltámad poraiból, írjátok meg, hogy ti várjátok-e. Hogy ezt elköszönjünk Henry Cavill-től. Igen. Hát ez mindenképp szomorú. Méltó búcsú lesz. Legyen méltó búcsú, léci. Mindenesetre a másik nagy sorozat bemutató az az Eltérített járat. Ez már érdekesebbnek hangzik. Ebbe Idris Elba a főszereplő, és egy eltérített járatról szól. Viszont real time-ban adják elő ezt az egészet, úgy mint utoljára a 24, és állítólag nagyon-nagyon feszült és izgalmas sorozat elé nézünk. Ez az Apple TV Plus-on lesz. Na de ennyit a játék. Bocsánat. Ennyit a film és sorozat bemutatókról, nézzük a játékokat. Hát szeretnéd a játékokat? Igen. Jöjjenek a játékokat. Hát lehet, hogy Zalus várta ezt a szegmenst, én annyira nem, ugyanis beütött a nyári szezon. Milyen rovatvezető vagy, te hallod? Hát mindjárt elmondom a megjelölő játékokat, és akkor már is neked is egy kicsit alább hagy a lelkesedésed, mert játékok ugyan jönnek, de hát a nagy címek azok nem ebben az időszakban jellemzőek, úgyhogy ajánljuk a backlog írtást, de ha mégis valami újjal játszanátok, akkor például érkezik az Everybody Want to Switch. Úristen, meg lehet benne tehenet fejni ezerrel? Nem, a sokkal jobbak lesznek, például váltófutás. Hogy lehet? Hogy kell futni? Ja, ízék kezedben van a... Ah, értem. Na, ha emlékeztek a One Two Switch-re, ugye ezt a konzolhoz, a Nintendo Switch bemutatkozásakor, ez járt a konzolhoz ez a játék. És most meg a második részén meg pénzt kérnek. Így van, és hát ebbe már akár 100-an is bekapcsolódhatnak egyszerre. Váltófutás 100-an. Hát... Tehénfejé 100-an. A tehénfejésben nem vagyok biztos benne, hogy lesznek, de csupa őrült dolog, amik ilyen, hát pár másodpercig biztos lekötnek, meg ha nagyon részleg, vagy meg ha japán. Kb. Ez a
Ez a szórás, ami... ami de tényleg van benne shuriken dobálás is, nem? Igen, amikor egy ninjaként kell így kivédened, így körülötted állnak emberek, akik... Ezt csinálnak. Egészen szürreális. De nem dolog, látod a shuriken. Nem látod, csak megpróbált kivédeni. Úristen. Mindegy, a lényeg, hogyha nagyon azt szeretnétek... hogy valaki hülyének nézzenek, akkor menjetek ki egy parkba, és mondjuk játsszátok ezt a szamurájus játékot. Várja, csörög a telefon, azt hiszem a Nintendo-tól hívnak. Magyarázattal tartozol. Nevet föl. Szintén Nintendo Switch-re érkezik a Crime Clock, ami, hát No Man's Stomen arról szól, hogy egy bűntényt kell földerítünk, méghozzá az idő visszatekerésével, ilyen puzzle játék, nagyon stílusosan néz ki, ilyen kicsit rajzfilmszerű grafikája van, és meg kell fejtenünk az egyes ilyen kis logikai feladványokat dedukciós módszerrel, és akkor, ha valamit megfejtünk, akkor a pálya egy újabb szeglete megnyílik, ahogy természetesen egy újabb rejtély vár ránk, szóval ez egy egész izgalmas cuccnak tűnik. Szintén egy nyomozós kaland lesz a Ghost Trick Phantom Detective, ami egyébként egy remaster kiadása egy régebbi játéknak. Ebben a saját halálunkat kell kinyomoznunk, egy ilyen szellemként térünk vissza. Igen? Nem démon, szellem. És hát mindenféle ilyen puzzle feladványokat kell megfejtenünk, és úgy haladhatunk tovább a pályán. Ha netán szeretitek a pankrációt, akkor érkezik egy új játék ebben a műfajban, méghozzá az AEW Fight Forever címmel. Ezt az a Jukes készíti, aki a 2K-nek csinálták a pankrációs játékokat. A kiválásuk után ez lesz az első saját önálló címük, és elég jónak ígérkezik, klasszikus pankrátorok lesznek benne. Csinálhatsz saját harcost, rengeteg ismert arc benne lesz. John Cena lesz benne? Ez jó kérdés, azt nem tudom, talán igen. Szikla? Ezt a kettőt ismerem. Hulk Hogan, melyik őt? Na mindegy, meglátjuk majd a felhozatalt, meg majd azt hiszem 9 féle játékmódot lehet kipróbálni, úgyhogy elég ígéretesnek tűnik. Egy kicsit érződik rajta, hogy a 2K pénze azért hiányzik mögülle, de a műfajban állítólag ez egy szuper kis tisztes. Bunyos Pisti benne van? Bunyos Pisti. Reméljük, reméljük. De ha nem, akkor megcsinálhatjátok, mert ugye lehet saját harcos generálni. Bunyó Pisti, rajongok előre. De ez Pityu egyébként. Pisti. Azért mondtunk Pistit, Pityu helyett, mert a másik le van védve, kész, menjünk tovább. A Front Mission első részének a remake-je korábban már elérhető volt Switchen, most minden egyéb platformon megjelenik, hogy ez egy ilyen stratégiai játék, ami 2090-ben játszódik, és hatalmas mehekkel vívhatunk csatákat benne, és érkezik még egy figyelemre méltó játék az Inner Ashes formájában, amiben egy Alzheimer kóros főhősünk lesz, aki tulajdonképpen a családi drámáját fedi majd föl, egy ilyen erdőben sétálmerő egy erdész, és a lányával való kapcsolatát, meg a családjával való kapcsolatát, erre fog visszaemlékezni, és egy ilyen narratív kalandjáték lesz, úgyhogy egészen izgalmas a koncepciója. Szóval végül is változatos a felhozata, még hogyha nem is nagy címek, szóval lesz mivel játszani. Shuriken dobálni. Na, köszönjük szépen a játékokról szóló beszámolót, most lássuk a trivia show-t! Na hát a leengelő sikere való tekintettel ismét trivia show-t hirdetünk. A szabályok nagyon egyszerűen, hogyha van egy film, sorozat vagy játék, aminek most van az évfordulója, akkor Gáspár is, én is mondunk 3 érdekességet vele kapcsolatban, amiből a 2 igaz, 1 hamis, és a másiknak ki kell találni, hogy melyik volt az, amik hamis. Lássuk is. Na hát képzeljétek el, 25 éves a héten az Armageddon, miben Bruce Willis elmegy egy űrhajóval egy aszteroidára, és addig fúrja, még fel nem tudja robbantani. Nagyjából erről szól ez a csodálatos Oscar díjra jelölt darab. Ezzel kapcsolatban hoztam 3 érdekességet, lássuk is őket. Első, az Armageddon 1999-es a DVD kommentárján Ben Affleck belekötött a film sztoriába, egészen pontosan abba, hogy miért könnyebb olajfúró munkásokat űrhajóssá képezni, mint fordítva. Mikor ezt a problémát egyébként felvetette Michael Bay rendezőnek, ő csak annyit mondott rá, hogy kussoljál b***d. És ez mind hallható az audio kommentárban. Második pont. Michael Bay arra kötelezte Ben Afflecket, hogy csináltassa meg a teljes fogsorát a filmhez. A színész 2 héten át napi 8 órát ült a fogorvosi székben, és mindez 20 000 dollárjába fájt a produkciónak. A slusszpoén Steve Buscemi is meg akarta csináltatni a híresen görbe fogait, de a rendező ezt nem engedte. Harmadik pont. Michael Clarke Duncan az Armageddon előtt testőrként dolgozott, méghozzá Martin Lawrence testőreként, és úgy kapta meg a szerepet, hogy a Bad Boys forgatásán nem akarta beengedni Bate Lawrence trailerébe, és mikor azt mondta, hogy ő a rendező, egyenesen kirőgte őt. Bének bejött ez a tökösség, és szerepet ajánlott neki az Armageddonban.
Hű! Hát már megint a szokásos mindhárom elég hihetőnek tűnik. A Ben Affleck fogsora az talán mintha rémlik, de lehet, hogy már csalmogoljam. Mikas volt? Rémlik? Bocsánat. Igen, és mint hogyha a korai filmjében tényleg kuszább lenne a fogsora, úgyhogy ezt valószínűsíteném, hogy igaz, igaz lehet. Hát Steve Buscemi-ről meg ugye tudjuk, hogy milyen szép, az ábrázata. Szép a mosolya, gyönyörű a mosolya. Az audio kommentár, el tudom képzelni igazából. Egy audio kommentáron így elküldik B-t be, hogy szalasztom. Simán, hát laza a hangulat, meg minden. Okay. És Ben Affleck nem egy hülye gyerek, szóval egy tök jogos kérdés egyébként, amit felvet. Úgyhogy ez is lehetséges, de hát... A testőrös dolog. Húha. Én szerintem valami... Szép, nagyon nőtt csávó volt a Michael Clark Duncan. Igen, nem egy pici ember. És el is tudom képzelni, hogy valahogy így jutott egy szerephez Van Damme után, aki Menem Golan előtt pörgőrúgásokat csinált az étterembe, vagy ilyen felugrórúgásokat. Szerintem az egyes vagy a hármas lesz a hamis. Mi legyen, segítsetek, nem tudtok, mert ez... Ez nem interaktív. Én azt mondom, hogy akkor a hármas a hamis. Na, eltaláltad. Á, tudtam! Ugye Michael Clark Duncan tényleg testőrként dolgozott, de az összes többi dolog, amit itt mondtam vele kapcsolatban, az baromság. Jó vagyok. Nagyon jó vagy. Na, én rögtön úgy kezdem az egészet, hogy egy kicsit csalok, ugyanis a nyári időszak az nem a nagy játék megjelenéseknek az időszaka, tehát így az évfordulókat is viszonylag nehéz találni, ami érdekes lehet mindenki számára. Viszont most jelentették be nem olyan régen a Metal Gear szériának a kis gyűjteményes csomagját, amiben ugye nagyon sok játék benne lesz, és újra élhetjük modern konzolokon Kojimának a fő művét. Bajban vagyok, na mindegy, folytasd. A lényeg, hogy ennek kapcsán akkor készültem három kérdésre, lássuk is őket. Az első Metal Gear epizódról lesz szó, és az első érdekesség ezzel kapcsán, hogy a játék főszereplőjének, Solid Snake-nek az arcát Christopher Walkenéről mintázták, a testfelépítését pedig Jean-Claude Van Damme-ról. Mikor jelent meg az első játék? 98. Oké, okay, folytasd. Második. A játék helyszíneit úgy tervezték meg és véglegesítették, hogy előbb Legóból megépítette azokat a produkciós csapat. Uh-huh. A harmadik pedig, hogy a Metal Gear Solid ötlete azután pattant ki Kojima fejéből, hogy átmulatott egy éjszakát Roland Emmerichel, és istenesen berúgott, másnaposan felkelve pedig gyorsan fel is vázolta a játék sztoriát nagy vonalakban. Ugye Kojimáról tudni kell, hogy hát ő előszeretettel forog hollywoodi körökben, és tulajdonképpen fél Hollywood hozzájár valamiért. A Kojima Productionhez. Jó, tehát akkor vegyük át újra. Solid Snake, Christopher Walken arcát és Jean-Claude Van Damme testfelépítését örökölte. Legóval felépített. Legóval megcsinálták a helyszíneket, igen. És Kojima egy átmulatott éjszaka után Roland Emmerichel bulizott, és akkor ezután született meg a fejében a Metal Gear-nek az ötlete. Úristen. Igazából csak tippelni tudok. Mondjuk az tény, hogy Kojima az hollywoodi körökben mozog, ezért lehet, hogy megihlette őt egy-két sztár. Mondjuk Jean-Claude Van Damme után egyetlen játékában sem köszönt vissza, azt hiszem, de ettől meg a teste az elég jó modell. Christopher Walkennek meg elég sajátos vonásai vannak, úgyhogy azt mondanám, hogy ez elég gyanús. Legóból felépített díszletek. Nem tudom, ez ilyen csináld magad módszer. Talán egy nagyobb pénzből dolgozik egy Kojima, de hát mondjuk első játéknál nem lehet tudni, és a harmadik átmulatott éjszaka. Hát nem néz ki úgy, mint aki nagyon szeretné a piát. De ettől függetlenül lehet, hogy ez lesz az igaz. Úgyhogy nem tudom. Szerintem a kettes a hamis. Csak úgy tippelek. És nem! A kettes igaz, Legóból megcsinálták, előre felépítették a kis maketteket, hogy viszonylag bonyolultak voltak ezek a pályarészek, és akkor így könnyebb volt utána a átvinni digitális verzióba. Kérlek szépen, a harmadik volt a hamis. Az iskoláját. Kojima bármennyire is nagy rajongója a hollywoodi sztároknak, és Roland Emmerich munkásságának is egyébként valamiért. De szó sincs erről, nem egy átbulizott éjszaka után született meg a Metal Gear-nek az ötlete, úgyhogy ez volt a hamis verzió. Jó, hát akkor most nálad a pont.
Igen, na mindegy, ez volt a Trivia Show, továbbra is várjuk a kommentek között, hogy mi a véleményetek róla, hogy változtassunk-e rajta valamit, vagy törüljük el a föld felszínéről, elolvassuk a kommenteket, aztán majd eldöntjük, mi lesz vele. Na. Most nézzük a hét kérdését. Így van. Sziasztok! Szerintetek most, hogy az Evil Dead újra feltámadni készül, lehet, hogy folytatni fogják az Ash vs. Evil Dead-et? Hát én nem tartom sanszosnak. A legfőbb oka egyébként az, hogy Bruce Campbell már öreg. Maga is bevallotta, hogy most már nem nagyon bírja ezeket az akciójeleneteket, és ugye a sorozatban azért kellett ugrálni, vetődni, mindenféle trükköket csinálni, és utána neki minden elfájt. Ráadásul egy sorozat az drága, drága mulatság, és ez a sorozat nem volt akkora nagy siker, hogy érdemes lehetne folytatni, viszont a filmek azok baromi sikeresek. A legutóbbi rész az valami 100, nem tudom, 30 millió dollárt hozott világszinten, úgyhogy azt fogják majd folytatni. Sziasztok! Melyik játéknak néznétek meg az újra gondolását vagy feldolgozását? Nekem nagy beakadásom egyrészt az Alien vs. Predator játékok. Nagyon szeretnék egy olyan jó Alien játékot, mint amik ezek régen voltak. A másik pedig a Soldier of Fortune. Azt rommá játszottuk, és a mai technológiával megcsinálva, ugye már abban is szakadtak a testrészek, meg elképesztő volt benne a fizikai motor, még mai szemmel is. És ezt ugye egy modern verzióban azért megnézném, a Soldier of Fortune-t. Nekem sokkoló válaszom van. Half-Life. Egy élőszereplős Half-Life sorozatnak mennyire örülnétek? Szerinted? Pingvin bemegy a kocsmába. Ja. Hello, nem láttátok a tesómat? Hogy néz ki? Szerinted? Sziasztok! Szerintetek a Sony miért nem lépte meg azt a Venom 2-nél, vagy akár a Morbiusnál, amit a Kravennél igen, vagyis az R-besorolást? Nagyon egyszerű a válasz, ugye amikor a Venomot bemutatták, akkor az MCU pörgött, ezért ők is PG-13-es filmeket csináltak. A Venom ugye bejött, a Venom 2 is bejött, ezért a Morbius is PG-13-es lett, de a Morbius megbukott, ezért gondolták, hogy akkor a Kraven legyen R-rated. Ilyen egyszerű. Szerintetek elkészül vala a Prince of Persia és a Splinter Cell remake? Szerintünk el fog készülni mind a két játék. Ugye a Prince of Persia-t most már elvették az indiai stúdióktól, és hát próbáltak annak az alapjára valamit készíteni Montrealban, de hát rájöttek, hogy újra kell kezdeni az egészet, úgyhogy nyilván most még nem hallottunk róla, és valószínűleg még évek választanak el, mire tényleg elkészül, de szerintünk azzal nem lesz probléma. A Splinter Cell azt meg a torontai csapat csinálja, és hát ugyancsak még csak koncepciós vázlatokat mutattak belőle, valószínűleg a fejlesztés még nagyon korai szakaszban van, így nincs mit mutogatni belőle egyszerűen. Viszont sorozat lesz majd a Splinter Cellből, Derek Holstedt csinálja, senki és az első John Wick írója, úgyhogy akciódús lesz. Igen, és már csak emiatt is, hogy a szinergia meglegyen, szerintem minden bizonyal el fog készülni az a játék is. Így van. Lesz valamikor Kung Fu Panda 4? Lesz bizony, méghozzá 2024. március 7-én mutatják be, úgyhogy nem sokára. Csak úgy. A hét tényleges kérdését Sixtus tette föl, ki arra volt kíváncsi, hogy szerintünk mennyi ideig spoiler egy spoiler. Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis baromira nem lehet így exakt módon megválaszolni. Ez abszolút a filmtől, sorozattól, vagy játéktól függ, az ő környezetétől, hogy mennyire számít spoilernek, hogyha beszélsz a sztoriról, a sztori bizonyos elemeiről, vagy egészéről, vagy akár a végéről. Én úgy vagyok vele egyébként, hogy előzetesen ugye nagyon kell vigyázni a spoilerekre, sajnos ugye a szivárgások korát érjük, mint az internetnek köszönhetően mindig mindenki tud már mindent mindenről. Én úgy vagyok vele, hogyha mondjuk egy előzetesbe elárulnak bizonyos dolgokat, vagy hogyha egy közreműködő elárul bizonyos dolgokat, és nem úgy, hogy véletlenül, hanem szándékosan, akkor én azt nem tekintem spoilernek. Mondjuk tök hülyeségnek tartottam azt, hogy a Flashnek a rendezője itt a bemutató előtt beszélt arról, hogy Nicolas Cage Superman-t játszik a filmben, mert tök nagy geg lett volna a moziban szembesülni ezzel a poénnal. Tehát beszélt róla, ezért én sem tekintettem spoilernek, amikor mondjuk írtunk egy cikket a filmek kapcsolatban, mondjuk azért megjegyzem, hogy ott azért oda tettünk spoiler figyelmeztetést, mert úgy gondoltuk, hogy azért mi ne vegyük el mások örömén. Erre egyébként jó darabig ügyelünk, amikor cikkeket írunk, vagy videókat csinálunk a csatornára, hogy legyen spoiler figyelmeztetés ott, ahol annak dukál. Ugye akkor nagyon nehéz, mert ugye az embargók lejárta után, ugye azonnal tele lesz az internet mindenféle spoileres dolgokkal, így ugye mi is abban a helyzetben vagyunk, hogy nekünk is muszáj ezekről írni, lehozni, beszélni róla, mert máshol úgy is el fogják kérni az olvasók vagy a nézők, úgyhogy ez ilyen szempontból egy fura helyzet számunkra is. Másrészt ugye régen tök más volt, amikor volt, hogy évekkel később kerültek csak moziba filmek, a ját
játékok, ugye ott is rengeteget kellett várni ezekre, és hát most már olyan komoly embargós szerződéseket kell aláírnunk, de ennek ellenére ugye vannak, akik erre szakosodnak, kifejezetten csatornák. Erről eszembe jut egy sztori, amikor bizonyos Asztal társaságban így előkerült az, hogy úristen, ez mekkora egy spoilerezett, és akkor így mondtam, hogy te ez akkora spoiler, mint hogy a hetedikbe kiderül, hogy Brad Pitt feleségének levágják a fejét, és valaki az Asztal társaságban, micsoda, levágják a fejét? Hát ez itt 5-10 évvel a bemutató után volt, úgyhogy mindig van egy olyan ember, akinek, hogyha mondasz valamit, egy spoiler jellegű dolgot, az még nem találkozott vele, és akkor spoiler! Igen. Ugye egyébként elég mondjuk az Assassin's Creed-ekre gondolni, ugye az összes a hivatalos bejelentés előtt, az első részen kívül az összes kiszivárgott előre. Ugye vannak már külön erre szakosodott újságírók, csatornák, akik az összes ilyen morzsát mindenféle belsős emberektől, meg akiktől lehet összeszedik. Úgyhogy pláne amikor kikerül egy játék. Tényleg, azt hallottam, hogy ez valójában egy szimuláció, és nem is valóságos. Ez igaz? Lehet. Spoiler! Értitek? Ja, úgyhogy ez egy nehéz kérdés, mert valakinek biztos, hogy új lesz az információ, egyszerűen annyi játék, film, sorozat jelenik meg, hogy nem lehet mindennel képbe lenni, és igen, valamikor az ember halogat bizonyos dolgok megnézését, vagy végigjátszását, és akkor tuti bele fog futni egy olyanba. Már csak a YouTube-ra fölmentek, olyan bélyek képek vannak néha, amik így mindent elárulnak, de hozzátenném a kedvenc műfajom, amikor a filmek előzeteseinél így gyakorlatilag a fordulatokat ellőik, és így megnézed a két perces pedig félrevezetnek, tehát így olyan, mintha ellőnének egy fordulatot, aztán közben tök más történik. Igen, de olyan is volt, de nagyon sokszor én is, hogy így megnézted az előzetes, és azt érezted, hogy ezt a filmet igazából már fölösleges megnézni, mert így nagyjából így fölvázolták, hogy miről fog szólni. Igen, bemutató után már úgy mi is kicsit óvatosabban bánunk ezzel a témával, ugye nem engedhetjük meg magunknak, ahogy Gáspár is mondta, hogy ne foglalkozzunk ilyen spoileres témákkal, mert hogyha mi nem foglalkozunk vele, akkor mindenki más foglalkozik, és mi meg ott ülünk, hogy lemaradtunk a vonatról. Viszont azt is el kell döntenünk egy idő után, mikor engedjük el a spoiler figyelmeztetést, érted? Egy vagy két éves, vagy akár a 6 hónapos film kapcsán, vagy sorozat kapcsán, vagy sorozat epizód kapcsán már olyan bénának tűnik, hogy spoiler figyelmeztetés, vaják ott már nem Henry Cavill játsza, hanem Liam Hemsworth, és mindenki tudja már, érted, ez lenne a reakció. Úgyhogy ezzel úgy vagyunk, hogyha mondjuk a gyártó, vagy a közreműködők azt már nem tekintik spoilernek a bemutató után, akkor már mi sem. Így van. És néha maguk a kiadók is megkötik a kezünket ebben. Volt egy érdekes esetünk például a Last of Us második részével, ahol bizony tilos volt beszámolni egy bizonyos fordulatról, és hát így marha nehéz megindokolni bizonyos részeit a tesznek, hogy ezt miért gondoljuk úgy, hogy ez bizony mondjuk egy mestermű, és miért megosztó, és miért gondoljuk azt, hogy ez egy különleges játék. Hát tudod, 3 éve jelent meg ez a játék, de nem mer róla beszélni. Mert szóval, hát, ha valaki csak a sorozatot nézi, és amikor majd leül a második évad elé, ott akarsz szembesülni ezekkel a bizonyos fordulatokkal. Így van. Úgyhogy igyekszünk óvatosnak lenni, de a spoilereket nem lehet kikerülni. Na, minden esetre írjátok meg, hogy ti hogy vélekedtek a spoilerekről, mit tekintetek annak, mikortól tekintitek annak, és így tovább, majd elolvassuk a kommenteket. Sixtux-nak köszönjük szépen a kérdést, természetesen ajándékot küldünk neki az IGN Shop felajánlásával, ami ugyan nem a Sixtux-i kápolna, kacsint, hanem a Szabadság szobor, viszont ez egy 3D-s puzzle, ami világít is, mert hogy LED van benne. Wow, menő. Ha pedig az IGN Shopon jártok, akkor feltétlenül nézzetek körül, ugyanis a Warcraft akciónk még él, vagyis ha 20.000 forint fölött rendeltek, akkor az ajándék Warcraft termékeink közül választhatok magatoknak egyet, amit be kell rakni, ne felejtsétek el a kosárba, és csak úgy tudjuk elküldeni. Na és nagyon szépen köszönjük ezt a rengeteg kérdést, amit feltettetek, továbbra is várjuk őket ez alá a videó alá a 7 kérdése hashtaggel, próbáljuk őket megválaszolni a magunk módján. A jövő héten újra találkozunk a Starttal, nem biztos, hogy velünk, de a Start biztos, hogy jön. Addig is, sziasztok! Sziasztok.